Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Mérföldkőhöz érkezett idén a Honvédsuli Egyesület által szervezett Doni emlékmenet. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Történelmi béremelés. Februárban már a szakképzésben dolgozók is megkapták. Nyíltan, online beszélgető platformot indít a Nyílt Diabet Egyesület. Mérföldkő, véget ért a 12. Doni emlékmenet. Dohányfórum, megkezdődtek a szerződéskötések az ágazatban. A köznevelésben dolgozók mellett a szakképzés oktatói is történelmi bérfejlesztésben részesültek. Ez országszerte csaknem 24 ezer személyt érint. A változtatásnak köszönhetően egy pályakezdő már nem kereshet kevesebbet, bruttó 581 ezer forintnál. Mindeközben a Máté Szalkai Szakképzési Centrumnál nem csak bérfejlesztés, hanem több mint 4 milliárd forint értékben építési beruházások is megvalósulnak. A köznevelésben dolgozók béremelését a kormány az Európai Uniós forrásokhoz kötötte. Miután sikerült egyezségre jutni, meg is érkezett az ehhez szükséges nagyjából 340 milliárd forint. A szakképzés oktatói azonban ebben a konstrukcióban nem szerepeltek, ugyanakkor ígéretet kaptak arra, hogy hazai költségvetésből náluk is megvalósul a 32,2%-os béremelés. Ez végül meg is történt, a hét elején már az emelt összegű bért kapták készhez az érintettek. Magyarországi szakképzés átalakítása, megújítása az egy több éve tartó folyamat, és ennek kapcsán új munkamódszerek, új képzési formák jöttek be a rendszerünkbe, és ez az átalakítás most érkezett abba a fázisába, amikor az eddig elvégzett többletfeladatokat, többletmunkákat most már egy egészen vállalható bérrel is tudja a fenntartó honorálni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szakképzésben dolgozók is, így a Máté Szalkai Szakképzési Centrum összes iskolájában egy átlagosan 35%-os alapbér növekedés volt. Az alapbér növekedésen túl az elkövetkezendő időben hozzá fogjuk igazítani a többletfeladatokért járó juttatásokat is, osztályfőnöki pótlékra és egyéb. Ma már nem pótléknak hívjuk, többletfeladatnak, de ezeket a többletjuttatásokat, és értelemszerűen az alapbér emelkedéssel a túlmunka, a többletmunkának az elismerése is már egy emelt óra díjjal fog majd számfejtésre kerülni. Tehát egy jelentős, mindenki számára érzékelhető, arányaiban a pályakezdőknek akár több százezer, ez is ez nem a túlzás, de 200 ezer forintot is meghaladó bérnövekvényt jelent, és mi az elmúlt évben már elkezdtük a minőségirányítási rendszeren belül a minőségi pontokat osztogatni vezetőknek, oktatóknak, és a bérfejlesztésünk egyik szegmense már most is ennek a minőségi bérnek, mondjuk úgy, hogy a tudatosítása, illetve szembesítése a kollégáknak azzal, hogy akik minőségi munkát végeznek, azoknak a bérfejlesztése az nagyobb arányú, és az elkövetkező években ez a pontozásos rendszer lesz majd az alapja a további bérfejlesztésnek, amely a tervek szerint a következő években meg fog valósulni, és ahogy a kormány ígérte, itt egy közel 80%-os oktatói béremelés lesz, ami nem csak a köznevelést, hanem a szakképzést is érinti. A béremelés a Máté Szalkai Szakképzési Centrumnál 280 oktatót érint, és nincs olyan oktató, aki 581 ezer forintos bruttó fizetés alatt végezné munkáját. Az intézményben egyébként vannak betöltetlen álláshelyek, de bíznak benne, hogy a jelentős mértékű bérfejlesztést követően egyre több pályakezdőt sikerül bevonzani. Sajnálatos módon üres álláshelyeink vannak, de a mostani bérfejlesztésünk az közel 280 oktatót érintett, és senki nem kap 582 ezer forint bruttótól kevesebb fizetést, tehát a pályakezdő oktatóink minimál bérbeállási szintjét ennyiben határozta meg a fenntartó. Azt érdemes még tudni, hogy a szubjektivitástól távol, de inkább objektív tényezők alapján egy 12 tényezős, számolós Excel tábla volt az, ahol a képletek
más centrumok vezetői, illetve szakemberek bevonásával lettek úgymond kikalkulálva, és egy ilyen több lépcsős bérfejlesztéses technikát alkalmaztak. Nekünk annyi volt a feladatunk, hogy megadva a centrum bértömegét, ez a számolótábla, a minőségi bért, illetve a korábbi bért is alapul véve számolta ki a dolgozóinknak a dolgozóinknak járó bérfejlesztést, fel is lett adva a bérük, úgyhogy az ötödikei hétfői fizetéssel már minden oktatónk a fizetését, az emelt fizetését fogja kapni. 2023. szeptemberétől kezdtem el itt dolgozni, mint pályakezdő pedagógus, és korábban azt tapasztaltam még az egyetem utolsó éveiben is, hogy a pedagógusi pálya nem feltétlenül vonzó mostanában a hallgatóknak, a diákoknak, a fiataloknak, így mindenképpen előnyösen érintett, tehát én elégedett vagyok a bérfejlesztéssel, és azt gondolom, hogy ez a fiataloknak is reményt adhat, vagy talán kicsit motiválóbbá teheti ezt a pályát számukra. Nagyon szerettem meg szeretem mai napig is a gyerekeket, azt gondolom, hogy jól kijövök velük, mindig is a nyelvek vonzottak, ezért választottam a magyar nyelv és irodalmat, valamint az angol nyelvet. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum az oktatási irányelvekben is újít és változtat. A képzési formái közül a legsikeresebb az óvodapedagógus képzés volt, és ezt szeretnénk visszahozni nem csak nosztalgiából, hanem az óvodafenntartó önkormányzatok folyamatosan jelzik az óvodapedagógusok hiányát, és a mostani képzési formánkban azt tudjuk majd ígérni az óvodafenntartóknak, hogy egy 5 éves technikusi képzésben végzett óvodai nevelő, az már helyből mehet óvodában, és munkát vállalhat, és szakemberként dolgozhat. És a óvodai nevelő végzettséggel pedig a Nyíregyházi Egyetemen, ha tovább tanul, akkor 30 kreditpont beszámítással egy év úgymond előnyhöz juthat, és ez egészen újszerű ebben a mostani rendszerben. Tehát amikor szakképzés megújítással kezdtem a mondandómat, akkor most megint visszatérek ilyen keretes költeményként, hogy igen, ezek a változások, ezek a fejlesztések, ezek mind egy célt szolgálnak. Egyrészt közel kerülni a gazdasági szereplőkhöz, közel kerülni a önkormányzati közigazgatási rendszerekhez, ahova munkaerők kellenek. És hát az a további nagy tervünk, hogy az egyébként is jelentős számú felnőtt képzési csoportjainkat újra tudjuk egy kicsit aktivizálni, mert a napjainkban betelepülő cégek, vállalkozások a térségünkbe, azok jelentős munkaerőigénnyel lépnek fel, és az intenzív, rövid idejű és a cégek profiljának leginkább megfelelő képzési formákat fogjuk majd reményeim szerint folytatni a következő hónapokban. A szakképzésben tehát általánosan megtörtént egy jelentős béremelés, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum azonban egyéb területen is fejleszt. 2019 óta dolgozunk egy olyan projekten, amely a 21. századi szakképzés fejlesztése címet nevet viseli, és 16 centrum került egy olyan pályázat elbírálásában példesztára, akik szakmai, illetve eszközbeszerzésekben, illetve építészeti beruházásokban fognak majd ezek a fejlesztések megvalósulni. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum esetében a gépészeti technikumnál egy 1 milliárd fölötti bővítés, 1100 négyzetméteren az egészségügyi képzésünknek szeretnénk egy olyan modern helyszínt kialakítani, amely tulajdonképpen egy tankórházhoz hasonlít. Bár nagyon nagy szerencse, hogy a kórház itt van a szomszédságunkban, de a gyerekek alapképzettségéhez mindenféleképpen szükséges egy 21. századi környezet. A centrum másik építési beruházása ugyanebben a projektben a nagykálói Budai Nagy Antal Technikumot és Szakgimnáziumot érinti. Itt 3,5 milliárd forintos fejlesztés valósul meg hamarosan, 5 új tantermet és egy 140 férőhelyes kollégiumot alakítanak ki, valamint új közösségi terek és parkok teszik komfortosabbá az oktatást és a tanulást.
online kibeszélő csoportot, ezzel együtt rendszeres meetingeket hoz létre a Nyírdiabet Egyesület. Az első ízben szerdán tartandó beszélgetésekre elsősorban az egyes típusú diabétesszel diagnosztizált gyermekek szüleit várják. Erről és a 2008 óta működő egyesület mindennapos feladatairól kérdezem most elnöküket. Balogh Zsuzsát, jó estét kívánok! Köszönjük a meghívást! Nem is tudom, hol kezdjük. Egyáltalán hány gyerek érintett az egyesület vonzás körzetében, hány családdal vannak kapcsolatban, hiszen itt családokról beszélünk? Mi ugye bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élünk, és itt ténykedünk, tehát a Nyíregyházi Kórházzal vagyunk szoros kapcsolatban, de ezen kívül az országosan el tudnak minket érni a családok, akár ezzel az online kibeszélővel is, amit most fogunk idetni, és ugye a táborainkkal kapcsolatban is ezért országosan elérnek mindenki, hiszen mindenki számára nyitottak a programjaink, hiszen azt tartjuk fontosnak, hogy a szülők, a családok ismerkedjenek egymással, és egymásnak erőt adjanak. Mik a legfontosabb programjaik, amik 2008 óta már bevált módon működnek? Hát a legbüszkébbek a kamasztáborainkra vagyunk, ami 2012-től folyamatosan megy, és mellette már a táborainknak a fajtáját, számát népszerűsítjük. Tehát most már van napközis táborunk, azok itt vannak helyben. A családi táborunk is már rendszeres, és az idén vezetjük be először a kamasz edukációs tábort, ami egy hétvégéről szól. Most március 15-16-17-én lesz, ahol kimondottan 14 év feletti kamasz egyes típusú diabéteseket várunk, és ez kimondottan edukációs tábor, tehát igazából a betegségkezelésre hívjuk fel a figyelmet. Milyen az első találkozás, amikor egy szülővel így elsőként találkoznak az egyesületben? Amikor mi találkozunk a szülőkkel, akkor nagyon szerencsés helyzetben vagyunk mi is, és azt gondolom, hogy ők is, hiszen már a kórházban a diagnosztizáskor találkozunk velük. Hát a sírás közepette, tehát amikor úgy kicsúszik a talaja, a szülők lábát, a felépített kis kártyavárjuk összedőlt, hiszen onnantól kezdve, hogy a gyermeket diagnosztizálják, az inzulin nélkül már nem fognak tovább tudni élni, és azért ezt feldolgozni nagyon nehéz. Nem beszélve arról, hogy egy rengeteg információt kell begyűjteniük, mindezeket a sok mellett, a sírás mellett, a kétségbeesés mellett, rengeteg információt, hiszen az egyes típusú diabétesz egy autoimmunbetegség, de mégis egy egyedi autoimmunbetegségnek nevezném, hiszen miután hazamentek a kórházból, igen, orvosi kezelés mellett, meg orvosi tanácsra, de a szülőnek kell eldöntenie azt, hogy hány egység inzulint fog adni a gyermeknek, mindezt mérlegelve azt, hogy mennyi volt a vércukra, mennyi szénhidrátot fog fogyasztani, fog-e mozogni, esetleg stresszese, beteg, és még a fontra is figyeljen. Tehát ezt a rengeteg információt megtanulni ebben a sok állapotban, hát mondhatni, hogy képtelenség. Ez egy nagyon komoly edukációt követel, és ebben tud segíteni az egyesület. Lehet-e megfigyelni valamilyen tendenciát az elmúlt években? Növekszik az újonnan diagnosztizált egyes típusú diabéteses gyerekek száma, csökken vagy stagnál? Mi az, amit látnak? Sajnos továbbra se tudjuk az okot, hogy miért alakul ki, tehát valamilyen egy autoimmun folyamat következik be a gyermekek szervezetébe, ami által az inzulin termelő béta sejtet baktériumnak ismeri fel és elpusztítja. Sajnos az orvosok még mai napig nem tudják a pontos okot, hogy ez miért történik meg, de azt már tudjuk, hogy egy vírusfertőzésnek lehet a következménye és a szövődménye, és most, hogy volt a Covid vírus, most sajnos igen, egy kicsit többen, több lett most már a betegek száma, tehát gyarapodás látszik. Ugye magát a diabéteszt, ezt a típusban tudják gyógyítani, ez egy kezelés, de a háttér folyamatot, ezt az autoimmun betegséget tudják-e lassítani, vagy hol tart most ennek a kutatása? Hát, kutatások folytatnak vele, hál' Istennek azért mindig vannak valamilyen kis felröppenések. Mi szülők, ugye bár, mert én is érintett vagyok, és szülő vagyok, azért mindig bízom abban, hogy lesz. A mai tudomány állapota szerint nem. Az egyesületnek viszont az a feladata, hogy a családoknak segítsen, és talán azt is bebizonyítsa, hogy teljes értékű életet tudnak élni, mint család és a gyerekek önmagukban. Erre született egy
Szép kis könyv is. Igen, igen, született egy könyvünk, az Amikor beült a cukor, ez igazából a táborban született, egy kamasz táborban, és igazából ez tényleg egy felüdülő könyv, tehát ez nem egy orvosi könyv, ebben igazából senki nem fogja tudni megtanulni az egyes típusú diabétesznek a kezelését, de egy picit bele tud pillantani talán a gyermekeknek az életébe, de egy nagyon-nagyon vidám, szórakoztató ifjúsági regény. Nagyon széles körű segítséget tudnak tehát nyújtani. Kikkel dolgoznak együtt? Milyen szakmai háttere van az egyesületnek? Hát természetesen diabetológusok, tehát itt Nyíregyházán dr. Kántor Irén, dr. Sós Andrea is mellettünk áll, edukátorok, dietetikusok, pszichológusok, tehát azért nagyon sok rétű mentálhigiénikus, tehát azért bővítjük mi is a segítő szakembereket, hogy minél jobban legyenek. Most már van élményfestésünk is, ahol szintén egy kicsit az élményt próbáljuk adni, hogy egy kicsit tudjanak fel a szülők egy picit pihenni. Mi az, amit igazán sikerélménynek tud elkönyvelni az egyesület? Most már azért hát a táborainkat, tehát azért az tényleg egy hatalmas siker az, amikor a gyermekek egy hétig boldogan vannak, és olyankor a szülők is egy kicsit hátra tudnak dőlni az alatt, az egy hét alatt, hogy levettük a terhet róluk, egy hétig ők is tudnak egy picit pihenni, miközben a gyermek jól érzi magát. Ugyanakkor azért Nyíregyházán a főzőklubjaink is nagyon sok sikert aratnak, és nagyon jól teljesítünk, és én azt gondolom, hogy most már azért nagyon megkeresnek minket, hogy segítsünk akár egy iskolai elhelyezésre, mikor visszakerülnek az iskolába, az óvodába a gyerekek, tehát nagyon sok rétegben. Hány éves korig foglalkoznak egyébként a családokkal? Mert hát egy idő után, amikor a gyermek felnő, gondolom megtanulja saját maga kezelni a betegségét. Hát én nem tudom megmondani, hogy hány éves kor, tehát természetesen amikor diagnosztizálták őket, onnan kezdődik minden, és ameddig szükség van ránk, tehát igazából nem tudok ezt életkorna, mert egyetemista fiatalok is nagyon jönnek vissza, ha más nem önkéntesként, és akkor önkéntesként vonják be magukat az egyesület életébe, és ez számukra is valahol egy picikét terápia is, hogy ők is tudnak adni valamit, és egy kicsit számukra is még a feldolgozást, még abban a rétegben is segíti, amikor már ők szárnyalnak egy picit. Az online kibeszélő program ugyanakkor a kezdőknek szól. Azoknak, akik még ebben a bizonyos sok állapotban vannak, amit már említettünk, szerdán este 6-kor indul az első. Hogyan született ennek az ötlete, és mi fog történni? Az ötlete, ezt már nagyon régen is gondolkodunk rajta, mert tényleg azt veszük észre, hogy amikor diagnosztizálják és hazakerülnek a családok, akkor találkoznak a környezetükkel, a munkatársakkal, a rokonokkal, a gyerekeknek az osztálytársaival, és igazából nem tudnak beszélgetni, tehát nem tudják elmondani az érzéseiket, mert nem értik. Tehát igazából ezeket az érzéseket, hogy ők mind mennek át, csak egy sorstárs értheti meg. És nagyon fontos az, hogy tudjunk erről beszélni, hiszen ha a kimondott szónak ereje van, és tudunk ezáltal is feldolgozni a betegségeket, és észrevettük már nagyon sok programjain, hogy csak egyszerűen annyit kérdezünk, hogy vagy, és csak jön belőle a szó, és egy megkönnyebbülés, hogy ezt ki tudja adni. És próbáltuk mi ezt élőbe is, tehát a Covid rákényszerített minket egy picit az online világra, aztán örültük, hogy most már tudunk találkozni, és ott is azt láttuk, hogy szinte tényleg csak egy hogy vagy kérdés, és jött. De ugyanakkor meg azt gondoljuk, hogy azért jó ezt online világba visszatenni egy picit, egy az, hogy akkor nincsenek helyhez kötve, nem kell utazni érte, és probléma egy szülőknek az is, hogy a gyereket kire bízzák az idő alatt, amíg ők ugyebár itt vannak, és itt pedig csak az lesz, hogy egy szobába bezárja magát, attól a párja, vagy a nagyszülők, vagy akár egy barát ott tud lenni a gyerekekkel, és tud velünk beszélgetni. Milyen érzelmek dúlnak ilyenkor a szülőkben? Én gondolom, hogy itt az önvádtól kezdve a kétségbeesés és az, hogy fenekestől fordul fel a család élete, itt minden bejátszik. Minden, tényleg minden, tehát tényleg nagyon nagy érzések vannak, és nem beszélve arról, hogy
hogy ez, hogy nem is tudja elmondani, nincs is, akivel ezt megbeszélje, és nagyon sokszor van ugyebár a teher az, hogy a gyermekem beteg lett, és hogy milyen döntéseket, egy nap 24 órában állandó döntésekre kényszerülök, mert miért nem kell a szénhidrátját, miért nem kell azt, hogy amit elfogyaszt, miért nem kell a bércukor értékét, néznem kell a fronthatásokat, és ugyanakkor meg nagyon sok esetben az óvodai iskola sem úgy fogadja vissza a gyermeket, ahogy kellene, tehát ott is megváltozik a közeg, és nagyon sokat azt tapasztaljuk, hogy a szülő nem tud visszamenni dolgozni. Tehát nem úgy fogadják már a munkahelyükön se. Úgyhogy tényleg az érzelmek, azok hullámoznak nagyon, az elkeseredéstől kezdve minden. Mekkora az érdeklődés erre az első csoportra? Hál' Istennek szép érdeklődésünk vannak, mi egy olyan 6-8 fővel szeretnénk ezt elindítani, mert hogy akkor tudunk igazán beszélgetni, egy másfél órás keret van rá, amit még minden család be tud iktatni, és ahhoz, hogy mindenki szépen, ne kelljen senkinek se szavába vágni, azért túl sokan nem lehetünk, úgyhogy már túl jelentkezés is van, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt fogjuk tudni folytatni rendszeresen. Ki az, aki vezeti majd ezt a csoportfoglalkozást, lesznek többen is, vagy egy valaki? Hát igen, ott leszek, ugyebár most magam sem jutom első helyzetet, én mint érintett szülő. Itt lesz a lányom, aki érintett fiatal, ő most 27 éves és 9 éves óta diabéteses, és egy mentálhigiénikus lesz még velünk, aki azon kívül, hogy mentálhigiénikus, még gyászfeldolgozó módszer specialista is, és így hárman fogjuk vezetni ezt a kis klubfoglalkozást. Balogh Zsuzsa, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz is. Nagyon szépen köszönöm. Több mint 1700 megtett kilométerrel mérföldkőhöz érkezett a Honvéd Suli Egyesület által szervezett Doni emlékmenet. Akkora távot gyalogoltak le, mint a második magyar hadsereg a 81 évvel ezelőtti katasztrófa előtt. Az emlékmenet ünnepélyes zárórendezvényét péntek délelőtt rendezték a Vármegyeházán. Az eseményen az elmúlt 12 évben összegyűjtött emlékező zászlószalagokat adták át Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye önkormányzatának. A Vármegyeháza dísztermébe is megérkezett az a csapatzászló, amely évek óta járja a Vármegye településeit januárban és februárban. A Honvéd Suli Egyesület 12 évvel ezelőtt indította útjára a második magyar hadseregre emlékező menetet, amely 81 évvel ezelőtt szinte teljes egészében odaveszett a Vörös Hadsereg támadása után. A mostani 12. alkalommal megrendezett túra során a résztvevők száma meghaladta a 25 ezer főt, az érintett települések száma elérte a 229-et, a gyalogosan megtett kilométerek száma pedig az 1725-öt. Ez egy szimbolikus szám, mert jelképesen ez azt jelenti, hogy Uriv-tól hazaértünk, és gyalog. Megtettük ugyanazokat a kilométereket, amelyeket ugye, akikre emlékezünk, a 12-esek emlékére, illetve a második magyar honvéd hadsereg emlékére, és ezért is értünk révbe. Ez nagyon-nagyon fontos volt számunkra, illetve az, hogy minden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen az emlékműveknél megemlékeztünk, koszorút helyeztünk el, és hát dicsőség a hősöknek. Emlékező zászlószalagok a Vármegyeháza dísztermének asztalain, ezek itt is maradnak az ikonikus épületben, a Honvéd Suli Egyesület ugyanis azokat a vármegyei önkormányzatnak ajánlotta fel. A mai alkalommal igazándiból egy ünnepélyes zárást, ünnepélyes zárását magának az emlékmenetnek. A 12 év alatt összegyűjtött zászlószallagok, amelyek makacsul jelzik ugye, a települések emlékezni akarását, a hőseinek a tiszteletét, ezt szeretnénk átadni a Vármegyeházának, jelen pillanatban ugye alelnök úrnak, aki fogja átvenni tőlünk ezeket a szallagokat. A közgyűlés alelnöke köszöntőjében azt mondta, az Egyesület nemes törekvése, miszerint, hogy méltóképp emlékezzünk a hősökre, elérte a célját. A Honvéd Suli Egyesületnek a célkitűzése az induláskor az volt, hogy szerettek volna minden egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településre eljutni az emlékmenettel, ezzel emlékeztetve és emlékezve a Doni katasztrófa hőseire, a katonákra, a munkaszolgálatosokra, akik a legdrágábbat adták sokszor az életüket a hazáért, azért a hazáért, amelyet védtek, azért a házért, amelyben születtek, és nekik köszönhetjük, a hősöknek köszönhetjük azt, hogy mi szabadságban tudunk élni a mai napig is. De nagyon fontos az emlékezés.
megjegyzés és az emlékeztetés, mert a generációk nőttek már fel úgy, hogy nem kaphattak információt első kézből a Doni katasztrófáról, és a honvédcsuli pontosan ezt a küldetést vállalta fel, hogy ezt az üzenetet szeretné átadni, és sikerült is átadni, úgy gondolom, minden egyes Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei településen. Itt külön meg szeretném köszönni az országgyűlési képviselőknek és a települési vezetőknek is, a településeknek, akik mindenhol örömmel és úgy fogadták a Doni emlékmenetet, ahogy az illik, és ahogy az a hősök tisztelete szempontjából elvárható. És nagyon örülök annak, hogy azok az emlékművek, amelyek a településeken ott vannak, most a Doni emlékmenetnek köszönhetően, a honvédcsúlynak köszönhetően most már friss koszorúval vannak feldíszítve és emlékezve. És én ennek ez a legfontosabb eredménye szerintem, hogy a településeken, legyen az egy kis település vagy egy város, újra a köztudatba értek azok a hősök, akiknek az emlékezete azért is fontos, hogy még egy ilyen katasztrófa ne történhessen Magyarország történelmében. Az eddig megtett több mint 1700 kilométeres távolság, a túlélőkkel vagy közvetlen hozzátartozókkal való találkozás pedig különleges és megható pillanatokban is bővelkedett. Mind a 12 esztendő alatt voltak különleges pillanatok, de most ezen az utolsó menetszakaszon mondhatom bátran azt, hogy a kadétokkal egyetemlegesen is mindenki szinte sírva tette meg az utolsó léptünket, hiszen ugye tudtuk, hogy valahol ez most befejeződik, de különleges pillanatok voltak azok, amikor az idősebbek oda jöttek hozzánk, és azt kérték, hogy ne hagyjuk abba, mert ez nagyon-nagyon fontos számukra, és nagyon-nagyon szépen köszönik, hogy elbúcsúzhattak az édesapjuktól, a nagyapjuktól, mert olyan, mintha újra találkozhattak volna, annak ellenére, hogy sohasem láthatták őket, hiszen nem tértek vissza. Az eseményen egyúttal bejelentették, 2025-től új formában folytatódik a Doni emlékmenet a Honvédsuli Egyesület szervezésében. A jövő évtől a Vármegye általános iskoláit vonják be a menetekbe, az intézmények pedig maguk is szalagot köthetnek a csapatzászlóra. Megkezdődtek a szerződéskötések a dohánytermelők és a Nyíregyházán működő dohányfelvásárlóvállalat között. A legfontosabb tudnivalókról, a piaci helyzetről és az aktuális támogatási lehetőségekről a napokban Mária Pócson tájékoztatták a gazdákat. A fórumon elhangzott, a tragikus 2022-es év után tavaly újra minőségi termést takarítottak be. Az azonban idén is feladat, hogy a korábbi szintre emeljék a termelési kedvet az ágazatban. Ahogyan évek óta szokás, tél végén Mária Pócson gyűltek össze a Vármegye dohánytermelői. A magyarországi termés mintegy 80%-át felvásárló nyíregyházi vállalat ismét a szerződés kötések kezdetéhez igazította a termelői fórumot. Az eseményen az előző évet értékelték termesztési, valamint piaci szempontból, de tájékoztatták a gazdákat a legfontosabb változásokról is. 2016 óta folyamatosan tartunk termelőfórumokat, amielőtt megkezdenénk a termesztést. Hát gyakorlatilag a mai nap egy átfogó áttekintés lesz arról, hogy milyen technológiai elemekkel dolgozunk, és mik a technológiával szembeni elvárásunk, és természetesen nem mennek úgy haza termelőink, hogy ne tudják meg, hogy 2024-ben milyen feltételekkel fognak dohányt termelni. Ma délutántól kezdjük a szerződéseinket kötni, és március első hetétől általában nőnapkor szokott indulni a magvetés. Ez durván 55-60 napot vesz igénybe, még a palánta nevelés lezajlik, és május első hetében indul az ültetés. Másfél évvel ezelőtt így törték a dohányt Ófehértó határában. Akkor rendkívül rossz évük volt a gazdáknak a történelmi aszály és a hirtelen megnövekedett energiaárak miatt. Ez kihatással volt aztán a termelői kedvre is, sokan függesztették fel a tevékenységet. Azért, hogy ez a folyamat megálljon, lépnie kellett a dohányfelvásárló vállalatnak. 22 az évszázad legszerencsétlenebb éve volt a mezőgazdaságban Magyarországon. 23-ban elmozdultunk, egy nagyon jó minőség és mennyiség összetételt tudtunk felvásárolni. Sajnos azok a elképzeléseink nem érvényesültek, hogy nagy mértékben növekedne a termés mennyiség és az átlag. Ez egy 7%-os emelkedés mutatott. Viszont az árainkat olyan mértékben megemeltük, hogy az elmúlt 5 évben 130% ár növekmény
amit hajtottunk végre, ami úgy látjuk, hogy a termelőkedvet javította, és talán 2024-ben el tudunk mozdulni még jobban. Ez mit takar ez az elmozdulás a jövőben? Nagyon szeretném azt, hogyha több területet tudnának növelni a termelők, és intenzívebben tudnának termelni, és a termés átlagaikat tudnák emelni. Jelen pillanatban 15 mázsa környékén van ez a szint, ez 18-19 mázsa szintjére el kell, hogy tudjunk mozdulni. A fórumon a közeljövő lehetséges támogatási lehetőségeiről is tájékoztatták a jelenlévőket. Mint az elhangzott, az utóbbi két évben úgynevezett válságtámogatás is biztosított volt a termelők számára. Ez az Európai Bizottság döntésének értelmében idén is elérhető lesz. 2024-ben a magyar kormány segítségével maradt az úgynevezett krízistámogatás. Ez valahol 900 000-1 millió forint közötti támogatást biztosít az aktív dohánytermelőknek. Aztán 2025-től vissza fogunk térni a korábbi támogatási rendszerhez, és ezt fogjuk vinni 2027-es termesztési évig. 2028-tól, hogy mi lesz, az még a jövő kérdése, de természetesen a dohányágazatnak a támogatottsága a kormány részéről továbbra is megmarad. A dohánytermelőket az elmúlt két évben válságtámogatás keretében támogatták, tehát ennek a keretében kaptak támogatást. Ezt 2024-re meghosszabbította a magyar kormány. Ez annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság végül lehetőséget adott a tagállamoknak arra, hogy ennek a válságtámogatásnak a keretében nyújtsanak támogatást bizonyos ágazatoknak, és a legtöbb tagállam ezzel a lehetőséggel élt is. 2022-ben az első válságtámogatás az a COVID miatt lett meghirdetve, illetve a COVID kereteiben kapták a támogatást az ágazat szereplői a 2023-as évben az ukrán-orosz háborúra hivatkozással, és ez utóbbi lesz 2024-ben is. A lényege a támogatásnak az, hogy aki rendelkezik jogosultsággal, a jogosultság mértékétől függetlenül akár több támogatást is igénybe vehet, hogyha teljesíti a feltételeket. Tehát egy példával élve, ha valakinek egy hektárnyi jogosultsága van, ha kettőt ültet vagy három hektárt, arra is megkaphatja a támogatást, amennyiben teljesíti a feltételeket. Ez a feltétel az elsődleges feldolgozóval történő szerződéskötés és ennek a szerződésnek a teljesítése. A támogatást főként az előállítás költségeinek fedezésére fordíthatják a gazdák, akik számára az elmúlt hónapokban egyébként kedvezően alakult, hogy mind az input anyag, mind pedig az energiaárak csökkenésnek indultak. A termelők emellett pályázhatnak gépesítésre fordítható támogatásra is. Erre azért is van egyre nagyobb szükség a tapasztalatok szerint, mert évről évre nehezebb dolgozót találni az alapvetően nagy kézimunka igényű ágazatban. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk. Akkor a Vármegyei Önkormányzat idei évi költségvetéséről is szótejtünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!